Oké, folytatom az alaplap kontúrvonalazásával. A következőképpen történik. Ugye maga a minta középen a kis keresztszemes hálóval, és ez a szép körülhatároló hívekkel, ez úgy készül, ja, igen, és hát ugye a széleken van a glazúrozása, tehát ahol terülőmázat használunk, ehhez sablont készítettem. A sablon alapját nem más adtam, mint a formámnak a sarkát átrajzoltam, valamint meghosszabbítottam. Három mintát készítettem, erről van, azért van szükség három mintára, mert majd így fognak futni a csíkok, tehát itt fognak futni a csíkok, ez lesz terülőmázazva, ugye itt van középen, hát nem ekkora lesz, amit a rajzon látható, de sokkal kisebb, a keresztszemes minta, és kezdem a legnagyobbal, ugye a legbelső ívvel, a kis mindegyik sarokra, mindegyik kis szélre, mert megkarcolom egyrészt, hol fog futni a külső kontúrvonalam, ez itt fog futni, meg itt fog futni, illetve megrajzolom itt belül. Nagyon fontos, majd a terülőmáznál elmondom, azt a titkot, azt a trükköt, most ezzel nem foglalkozom, hogy mitől marad szép fehér a glazúrom, amikor fölviszem a terülőmázat. Miközben bekarcolom, elárulom nektek, hogy a következő technikai trükk van, illetve hát praktikus megoldás, hogy az egész felületet lezselatinmázazom. A zselatinmáz végtelen egyszerű, az elkészítése 4 lap zselatint beáztatok. A vízbe áztatok, kinyomom, utána pedig meleg víz fürdőbe beállítva felolvasztom, hozzáadok, hát ha 4 lap zselatint, akkor 4 táskanál, 3,5 táskanál vizel, összekeverve, megkapom a megfelelő állagot, és ezzel bekenem a mézesemet. Száradni hagyom, és miután megszáradt, akkor már lehet fölvinni a glazúromat, és ez a zselatinmáz réteg voltaképpen meg fogja óvni a mézimet attól, hogy a glazúromat, attól, hogy átüssön a mézes kalácsnak a színe, és bebarnítsa, tehát marad fehér, hófehér tud így maradni a mézim. Tehát így bekaristolom, majd, utána ez megvan, igen, a széleknél itt is be kell jelölni. Szeretem bejelölni a szélét, mert hogy hol fogom húzni, mert amikor már rajzolom, akkor már csak a szememet viszi. Ha tudom, így né, bár pedig tudom, így né. Jó. Többinél nagyja. Hát körülbelül így ekkora lesz, mert most picibre, kisebbre sült a mézesem, mint a legelső mintánál. Ezt is fontos tudni, hogy ugye a mézes kalács, hiába rajzolom meg, hiába szaggatom ki a tésztám, már egy kicsit sűrűbb, kicsit keményebb, akkor kisebbre sül, ha ugye még lazább, lágyabb, akkor kicsit terebélyesebb. Még jobban szeretem, hogyha a tésztám keményebb. Igazából itt középen csak éppen, hogy érzékeltetni fogjuk a keresztszemes mintát, egy kis hópehely pöttyözésre, tehát arra fog hasonlítani a mintának a felvitele, mint egy kis hóesés, kis havazás. És a másik kettő kontúromra viszont már akkor lesz szükség, amikor a glazúrom megszáradt, felvittem is megszáradt. Ami még fontos, itt az elején bekarcolni, mielőtt a terülőmázat felviszem, az a mécsesnek a helye. A mécses helyét azt belövöm, ugye 1, 2, 3, 4 mécsesem van, körülbelül így teszem, és megkarcolom a külső vonalát, vagy a, igen, én ezt szeretem kívülről megkaristolni, és persze, mert kisütöttem a mécses tartó karikáját, ez éppen itt lesz, ennek a közepe ez. Ez körülbelül ebbe belefér egy
te a mécses, és ide fogom, megköré fogom ragasztani majd az előbb látott kerületkört, tehát a mécses körüli kis díszítést, tartót, és mindjárt elárulom, hogy hogyan készítettem, ezt gyorsan bekaristolom. Jó. Ha nem sikerült volna pontosan eltalálni, akkor sincs gond, mert módosítjuk, karigáljuk, a glazúr meg el fogja takarni úgyis. Körülbelül itt lesz ez is. És ezzel a tűvégű jelölővel, vagy hústűvel megkaristolom. Végtelen egyszerű a technika. Közben ellenőrzöm magamat, hogy jól dolgozom-e. Igen. És hogy látható-e. Igen. Így, né. Jó, miután ez megvan, akkor fogom a glazúromat. Ide készítem közben a kis karikáimat, mert őket is rögzíteni fogom. És megrajzolom a kontúrvonalát. Most jelen esetben egy sima 3-as habcsövet használok, bekészítek még ide egy vékony ecsetet kis vízzel, és megrajzolom a kontúrvonalat. Azt mondja, hogy itt kezdem egy ponton, kinyomom a glazúrszálamat és leteszem. Szépen tudom így vezetni, fordulok, tehát még nyomom, másik kezemmel segítem a habcsövemet. Itt akár egy picit le is tehetem, és megyek tovább. Ígyni. Következőkben majdnem a mécsest, nem szabad, itt nem szabad téveszteni, ugyanis nem biztos, tehát rá akarom ragasztani, és rá is ragasztom mindjárt a kis gyűrűmet, de középen még megrajzolom a keresztszemes mintának a helyét. Egyetlen egy dolog, amire nagyon kell figyelni, és amit még most itt az elején el fogunk készíteni, az nem más, ez egy lépéssel hamarabb, mielőtt a glazúrt fölvisszük, ez most erre nagyon fontos, hogy itt középen itt kirajzolódott nekünk a keresztszemesnek a helye. Ugye itt állnak a mécsesek, így velünk szemben 1, 2, 3, 4, itt lesz a fenyőfa, itt lesz az egyik őz, itt lesz a másik őz. Na most, két dolog van, két lépés, amit meg kell tennünk. Az egyik az, meg kell határoznunk, hogy merre szaladjon a keresztszemes. Ugye érzés szerint, tehát ez nem, tehát nem egy szabályos minta lehet, bár utólag bele lehet javítani, tehát hogyha úgy érezzük, hogy nem teljesen szimmetrikus, mint hogy én látom is, hogy nem teljesen szimmetrikus, ez a kis... Ugye, mert a sütéskor, tehát azért csak deformálódik a mézesünk egy picikét, és hiába készítettünk egy szabályos sablont, ha milliméter eltérések akadnak, és akkor a végén, amikor középen egy ilyen szabályos mintát akarnánk létrehozni, akkor így magától nem megy, úgyhogy kicsit korrigálni kell. A szabad szemmel már úgysem lehet látni, majd picit utánavítunk, és ami nagyon fontos, meghatározzuk, hogy merre fog szaladni a keresztszemes mintánknak a hálója. Én ezt választom, így keresztbe, és belekarcolok egy vízszintes vonalat. Hoppá, egyszer. Nem sikerült, és egy még egyet akkor egy. Igen, mert a vonalzót is rá lehet tenni. Egyébként azt is tudok javasolni, vagy bármilyen kis kártyát, a papírt, széle, amivel egy
egyenes vonalat lehet húzni, és ugyanígy erre merőlegesen is meghúzom. Ezzel fogom segíteni magamnak, hogy magamat ebben, hogy amikor a keresztemes hálót rajzolom, akkor ez vezeti a szememet, ez a segédvonal. Jó, ezek csak ilyen hozzávetőleges vázlatok, úgyis amikor az ember már a fehér glazúra rámegy, akkor jobban fogja látni, és akkor most elkezdem ezt a középső mintát. Megvan, ezt száradni hagyjuk, és felragasztom a gyűrűket. Mindjárt egy szót ejtek a gyűrű készítéséről is, hogy ez hogy készül. Ha jó kemény formatartó mézes kalács tésztánk van, akkor szabályos kis gyűrűket lehet létrehozni. Következő szükségünk van két szaggatóra. Az egy nagyobb szaggató, az a külső széle a kis gyűrűnknek. Kiszaggatom vele a sütit, a szét tésztát, fogom ezt a másikat, és a közepét kiszúrom. Arra kell figyelni, hogy amikor eltávolítom ezt a két formát, ne deformálódjon, ezért érdemes itt is, ebben az esetben is szilikonlapra rátenni, vagy sütőlapra rátenni a kinyújtott tésztadarabokat, és azon a sütőlapon tepsin, a alatta van a tepsi, vagy mindegy, utólag is rátehető, a lényeg az, hogy maga a tészta alatt ott legyen a szilikon, vagy a sütőlap. És ott szaggatom ki, ott szúrom, akkor biztos, hogy nem deformálódik el, és megőrzi ezt a szép kis kör alakját. Ennyit a gyűrű készítéséről. És még egy dolog van, amit az alaplapon meg kell csinálni, el kell készítenünk előre, az a fenyőfának a helye. Ugyanis bele kell építenünk magába az alaplapban, ennek kicsit mélyebben kell, hogy álljon, azért, hogy jól megfogja a glazúr. Tehát rést, egy kis helyet kell neki készítenünk. Ez egy ilyen nagyobb átmérői habcsövet használtam, és fogok egy kés, így van, és egy kicsit körbeszelem, így alányesek. Figyelni kell, hogy közben ne megsérüljön a... Kezdhetjük ezzel is, tehát a lépéseket kedvünk szerint változtathatjuk, a sorrendet. Jó, így. És voltak éppen készen állok a glazúrozásra, és itt innen folytatjuk, a következő rész az ez lesz. Ugye hígabb terülőmázra. Elkészítettem, így habzsákba tettem, és most aznak segítséggel fogom fölvinni.
és... Így mi? És ott, ahol picit befogja a glazúrunk, a szélét, ott nem kell kétségbe esni, mert a dekor szegélye teljesen el fogjuk takarni. És ezt száradni hagyjuk, vagy sütőbe téve, 50 fokon, tehát langyos fokozaton száradni hagyjuk, vagy így egy éjszakán át ez gyönyörűen megszárad. A keresztszemes mintát fogom megmutatni, hogy hogyan készítem. Ez egy hóesést ábrázol. Mutatom a sablonját, már amennyire lehet látni. Középen van egy nagyobb hópihe, és akkor kisebbek, hát amennyire ráfér, ez a centrum. Előtte megrajzolom a hálót. Nullás sima habcsövet fogok használni. Bekészítettem magamnak ugye az ecsetemet, ha és vizes poharamat, ezek nagyon fontosak, egy ecset, a tűvégű jelölő, hogyha elrontanám esetleg a vonalnak a rajzolását, akkor szépen le tudom szedni. Most egyik irányba haladok, most ugye mindig vízszintesen húzom meg először, utána pedig függőlegesen, és itt arra kell figyelni, hogy a peremtől indítok, követem az előre megrajzolt vonalamat, ugye, amit előre megrajzoltam, bekarcoltam, és nem megyek, ha kimegyek a peremre, majd vizes ecsettel leszedem, mert ott dekorvonal jön még, egy erősítő kontúrvonal, és a végén, amivel lezárom, kvázi és elfedem a hálónak a széleit, de ott le kell szednem, majd ilyen 2-3 szálonként leszedem a csücsköket, ideig húzom, és szépen végig megyek. Akkor befejezem a keresztszemesnek a hálóját, most a másik irányba is, és utána fölviszem a mintát. Az utolsó szálak következnek. Jó, akkor fordítom, ugye itt van a 4 mécses, itt a fa lesz, a fenyőfa, itt meg a 2 szarvas, és most jön a mintám, magam elé veszem, mert négyzetrácson előre megrajzoltam, és megkeresem a közepét a mintának, és oda helyezem az első, a hálónak megkeresem a közepét, és oda helyezem az első mintát. Először is megnézem, hogy a legszélesebb pontjain hány négyzetrács van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30.
Ide egyet, meg ide egyet. Így, nézd, akkor ide már csak én kis egyszerűbbeket is. Kész is vagyok a mintával. Így, ezzel megvárom, hogy megszáradjon, majd megrajzolom a kontúrdekorációt, és jövök tovább a következő műveletekkel.